szeretettel köszöntelek benneteket. Rég gyűltünk már így össze szülinapozásra is, meg amit látjátok, eredményhirdetés is lesz. Szokásunkhoz híven, ugye ilyenkor megtapsoljuk azokat a gyerkőcöket, akik egyrészt szülinaposak, másrészt pedig valamilyen tantárból képviselték iskolánkat valamilyen megmérettetésen, és valamilyen szép eredményt értek el. Magyar Csanád tulajdonképpen a Magyarországnak az egyik végpontja, a magyar-román határtól fekszik egy 10 kilométerre körülbelül. Ez a település egy igen hátrányos helyzetű település, kis lélekszámú, maximum 1500 főre mondható a népessége, és hát ebben a kis létszámú faluban van ez a kis létszámú iskola, ahová jelenleg 70 tanuló jár. Az iskola nagyon jó, szerintem. A tanárok... Családiasnak tűnik, kedvesnek. Igen, igen. A barátok is jó, könnyen lehet szerezni, már ahogy. Igen. Az ösztöndíj is egy jó lehetőség ahhoz, hogy tinédzserként pénzt szerez. Az ösztöndíj egy olyan program, hogyha nevezel és nyersz, akkor havonta vagy két havonta kapsz egy összeget, de akkor tudsz nagyobb összeget kapni, hogyha jobban tanulsz, az átlagod jobb lesz, és így több pénzt kapsz. És ez ebben az iskolában már működik? Igen, igen, működik. Ez egy olyan település, ahová mindig is, illetve ahol mindig is nemzetiségek lakták. Négy nemzetiség él egymás mellett jelenleg is, a magyar, a román, a szerb és a cigány nemzetiség, és ebből is adódik az, hogy ennek az iskolának az a specialitása, hogy nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk. Itt ebben az iskolában a gyerekeknek a 99%-a hátrányos helyzetű roma gyerek. Az a szeretet, ami belőlük árad, és az a hit, és az a reménység, ahogy kapaszkodik belénk, az szavakkal nem elmondható. Az elmúlt tanévekben talán nem tanultam annyira jól, meg nem voltam elég szorgalmas, de viszont így utolsó évben úgy gondoltam, hogy belehúzok, szóval így talán ez kiemelkedő, hogy így hirtelen a rosszból jó tanuló lettem. És esetleg már azt is tudod, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, tehát minek az érdekében tanulsz és vagy szorgalmas manapság? Talán webdesigner, amúgy jobban vonz. Rengeteg országos versenyeredménnyel is büszkélkedhetünk. Nagyon sok versenyen, megmérettetésen városi elitiskolákat tudunk megverni. Nagyon sok eredményünk van. Minden gyerekben megpróbáljuk megtalálni a tehetséget, mindenki jó valamiben, és azt az oldalát erősítjük. Csak úgy tudnak ebből a nehéz helyzetből kiszakadni, hogyha tanulnak. Tehát ez a legjobb fegyver a tanulás, a tudás. Ezzel szoktam mindig elválni tőlük, amikor búcsúzunk a ballagáson. Szeretem a sportot, a táncot. És most is táncból jöttél? Igen, azért fiatal. Milyen tánc volt most? Cigánytánc. Tanultok cigánytáncot? Vagy van erre lehetőség itt a suliban? Hát itt a suliban nem, de van egy kis külön csoportunk erre itt Magyar Csanádon, a néptánc tanárunkkal, ahova megyünk folyamatosan fellépni. Most nyertünk arany minőségben Szegeden, és továbbítottunk Balatonfüredre. Majd lesz ott egy nagy verseny. Ugye kiskorom óta táncolom, és hogy növök, fejlődök. És... Jól értem, hogy a családodban már ez jelen volt? Tehát otthon? Igen, igen, nővérem, igazából nem mindenki tud. Ez az ötödik tanévem, hogy itt vagyok intézményvezető, és már akkor, amikor a fenntartó felkért az intézmény vezetésére, már ő akkor jelezte nekem, hogy van ilyen, hogy cigánymisszió, az zsinati irodának ilyen cigánymissziós program, és hogy ezeket figyeljem. És benne voltunk abban az első öt iskolában, akiket kiválasztottak erre a cigánymissziós munkatársak, hogy valamit kezdjünk ezzel az inkluziós programmal és a HEX-szel. Tehát a HEX az, ami ugye támogatja anyagilag is ezt a cigánymissziót, és ezt a pályázatban elnyert összeget mi mind arra fordítottuk, hogy minél inkluzívabb iskola legyünk. Ha bármilyen konfliktus van, akkor nem az a legfontosabb, hogy a nyelvtant, vagy a magyart, vagy a matematikát megtanítsam, hanem először a problémát kezeljük, tehát bejövünk,
megbeszéljük, és utána tudok csak tovább haladni. Ezáltal megnyugszik a gyerek, ezáltal azt a problémát megpróbáljuk mindig akkor is most kezelni, nem egy hét múlva, nem három hónap múlva, hanem ott, és utána, hogy ő hogyan próbálja ezt a megoldást, majd útjára bocsájtani, ez az útjára bocsájtani, ez azt jelenti, hogy mit tanult belőle. És hogyha erre ő rájön, hogy a következő konfliktust ezt hogyan fogja majd tudni kezelni, akkor azt gondolom, hogy sikeres felnőtteket nevelünk. Nálunk a beszélgetőkör azt jelenti, hogy meghallgatjuk, hogy hogyan érkeztünk az iskolába, hogyan vagyunk, hogy jöttünk, hogy érkeztünk, örömmel jöttünk vagy nem. A zárókör pedig arról szól, hogy elmondjuk egymásnak, hogy milyen volt a napunk. Mi olyan célokat szoktunk magunk elé tűzni, amit meg is tudunk persze valósítani. Az órai bekiabálást elkerülöm, és rendet pakolok magam körül. A tanulmányi célom az volt, sokkal szebb és pontosabb munkát adok ki a kezeim közül, mert én nem tudok olyan szépen írni. És nekünk az osztály célunk az, elfogadjuk és segítsük egymást. Nos, szóval szerintem ez majdnem mindenkinél teljesül, majdnem minden nap. Mert segíteni szoktuk egymást, például én ma az egyik barátomat, segítettem neki bejelölni a házi feladatot. Én úgy érzem, hogy soha nem megyek haza azért szomorúan, mert a szülővel nem tudtam volna valami problémát megoldani. Vannak nehéz napok, vannak, amikor a szülő is nehezen reagálja le, de összességében a szülő is elfogadja, és elfogadja azt a munkát, ami itt van, és örül annak, hogy én át tudom adni azt a tudást, amit ő már nem. Vagy ő még nem. Nekem volt az első osztályomban egy kisfiú, még élek nem felejtem el, ezt a portfóliómba bele is írtam. Ilyen szavakat használt, most név nélkül mondom, tisztelt tanárnő, nagyon szépen olvas XY, tisztelettel anyuka. Tehát nekem írásba adta az anyuka, hogy megköszönte, hogy a gyerekét én megtanítottam olvasni. A pedagógusok ugye megtanultak a problémák mögé látni, tehát megtanulták azt, hogy egy rossz viselkedésű gyerek miért is lehet rossz. Tehát képesek ugye mögé látni, ezáltal már mindjárt nem úgy reagáltunk ezekre a magatartás problémákra, mint korábban. Tehát teljesen megszűnt, tehát amióta itt vagyok, nem volt fegyelmi eljárás az iskolába, nincsenek beírások, tehát nem ezzel próbáljuk a gyerekeket úgymond megnevelni, vagy jó útra téríteni, hanem szeretettel. Én úgy kezdtem a pályámat, hogy én tényleg kiválogatott, tehetséges gyerekekkel kezdtem el foglalkozni, azt is ugyanígy értem meg. Imádtam. A mai napig is az első osztályom nekem 26 éves, és abból az osztályból Budapesten a Jogi Egyetemen van most egy lány, aki minden hónapban megkeres engem, bemutatja a diplomáit, és a mai napig olyan kapcsolatot ápolok velük, pedig tényleg 4 évig voltam csak a tanítónéniük, tehát nem volt utána tovább menete. Mindegyik hozza a diplomáját és megmutatja. Na most ezért érdemes a pályán maradni. Itt nem biztos, hogy mindegyik fog diplomát hozni, de azt, hogy emberileg engem tisztel, és hogy emberileg engem elfogad, én azt gondolom, hogy a mai világban ennél többet nem kell, hogy tegyünk pedagógusként. Nincs inklúzió, inkluzív vezető nélkül, azt gondolom. Tehát ehhez kell egy olyan szív, egy olyan lélek, egy olyan gondolkodásmód, meg olyan érzékenység erre, amit a vezető aztán ki tud sugározni magából, és át tudja adni, úgymond, meg tudja vele fertőzni a kollégáit is. Én azt gondolom, hogy a pedagógus pályának az a szépsége, hogy megéljük a tehetséget, és megéljük a mélységet. És hogyha ebből mi ki tudunk hozni egy olyan megfelelő egyensúlyt, akkor a társadalom boldog tagjaivel válunk.